Ismét, ez azt hiszem a 14. része ennek a sorozatnak. Amint mondtam, valószínűleg sor fog kerülni további pénzkódokra, ez most meg is történt. Úgy láttam, hogy elég nehezen tudni kikeveredni az adósságból, anélkül, hogy értelmes épületeket is felhúznék. Másrészt pedig gyalogságot sem nem tudtam csinálni sehol, mert hogy többnyire istálok voltak csak. Van egy ilyen ötletem, hogy valószínűleg a városok több pénzt hoznak, mint a várak, úgyhogy egy-két várat átalakított várossá. Érdekes, hogy Bizánc meg sem próbálja összerezni Konstantinápolyt, úgy tűnik tényleg nem érnek ki túl sokat. A pénzügyi helyzet stabilizálásához valószínűleg meg kellene szabadulnom egy csomó zsoldostól. Ebben a csatában nem voltam annyira biztos, de végül megvívtam. Nyilván a lovasi jelszavaitól tartottam leginkább, mert hogy nekem csak kettő lovasi egységem van, neki pedig három. Így ez szerint akár rosszul is jöhetett volna a dolog. Szerencsére nem rohantak el annyira a nehéz lovasságomat elől, így el tudtam őket kapni.
Persze gond volt, hogy meg tudod lépni a városban lévő egységet, mert így meg kell vinnom a város előtt is a csatát sajnos. De legalább tábornoki lovassága nem lesz már. Aránynak sok gyalogsága volt. És hát bár sokat segített, hogy a kapu előtt kömögültek, azért a tornyokra vigyázni kellett. Ugyebár egy ilyen csatát meg lehet nyerni azzal, hogy egyszerre minden egységet megfutamítjuk. Itt ezt nem sikerült elérni, mert nem. Ezen a ponton már csak a főtéren lévő lovassága volt problémás. Magyar hazánkért, magyar koronánkért, ideje van.
Ez a rész pedig ennyi volt, köszönöm a figyelmet ismét.